Sziasztok, Cseh László vagyok. Nézzétek ti is az NSO TV-t. Az olimpiai bajnok Risztov Éva Európa kupa győzelme koronázta meg a magyar úszás napját Balatonfüreden. Ez a meleg víz nem az én ideális körülményem. Nagyon örülök, hogy sikerült nyernem. Végülis csak erre mentem, és örülök, hogy magyar közönség előtt szerepelhettem, örülök, hogy anyukám ismét végignézte a 10 kilométert, úgyhogy nagyon boldog vagyok. A profik versenyei mellett óriási érdeklődés kísérte az amatőrök 2,5 kilométeres küzdelmét is. Sokakat azt csábított a táv teljesítésére, hogy olimpiai bajnokokkal, köztük például a régen látott, a nyilvánosságot kerülő Darnyi Tamással együtt úszhattak. Hát ebben az a legcsodálatosabb, hogy kivel kezdjem, Darnyi Tamás, Cseh László, Gyurta, együtt úszott, Vladár, nem, Verrasztov, tehát borzasztó, hogy mennyien, tehát együtt úsztak a legkisebbekkel, de szokták mondani, hogy a víz mindenkinek nyakig ér, hogy itt megszűnik az, hogy ki a közéleti ember, vagy politikusok is, Simicskó úr, államtitkár úr, Borkai Zsolt, mobelnök, tehát itt mindenki egy ekkora pont volt így messziről, hogy itt válvetve egymást hajszolva, űzve, közösen ugyanazt a távot győzték le, elsőbb önmagukat, tehát ebben ez a legszebb, és nekem még azt tetszik, hogy van, aki jobbra veszi a levegőt, balra veszi a levegőt, a másik, az se számít, hogy ki melyik oldalon lélegzik, hanem az számít, hogy ki ér előre, legelől, elől a célba. A világbajnokságra készülő úszóválogatott tagjai közül Verrasztó Dávid és Cseh László úszott, azonban a többiek sem hiányoztak, ők a parton szurkoltak, és megállás nélkül osztogatták az autogramot. Én nagyon örülök, hogy ugye megrendezték ezt, mert tényleg népszerűsítjük a sportot, és már ugye nagyon így is a magyar sport nagyon nagy történelme van, úgyhogy hát minél több gyerekkel kezdene úszni, ugye annál jobb lenne. Nagyon jó volt, örülök, hogy bevállaltam, volt bátárságom elindulni, nagyon élveztem. Az eleje kicsit fárasztó volt, de utána egész jó belejöttem. Edzés volt ez? Vagy egy kis úszkálás, vagy mert szombat délelőtt is szoktatok azért edzeni? Természetesen ez inkább egy edzés volt, tehát úszkálásnak nem nevezném, annál az erősebb iramot úsztam, meg szerettem volna minél hamarabb túl lenni a távon, úgyhogy nagyon jó edzés volt, én nagyon élveztem. Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke ugyan kihagyta az úszást, de a parton szurkolt korábbi sportársainak és a jelen olimpikonjainak. Persze a jó kedv adott volt a víz mellett is. Nagyon sok példakép van, akik a sportban elértek nagyon szép eredményeket, és ehhez kapcsolódóan jó, hogyha megismerik ezeket az olimpiai bajnokat, világbajnokokat, a fiatalok, a gyerekek, és ez adhat nekik erőt, biztos vagyok benne abba az irányba, hogy elkezdjenek sportolni. Azon nem gondolkozott, hogy mint a ön mellett álló Martinek János leúszta 2,5 kilométert? Sok mindenen gondolkodtam, pontosan azért nem tettem ezt, mert nem akartam úgy feladni, mint kétszeres olimpiai bajnokunk. Nem adtam fel, csak rövidítettem. Ez is volt a terv, vagy pedig közben jött, hogy elfáradt? Nem, abszolút. Tehát igazából az iram az, ami öl. Tehát be lehet osztani úgy az iramot, hogy azért leúszom a 2500 métert, de én azt gondolom, hogy maga az úszás ünnepéért jöttem le, azért jöttem le, hogy jól érezzem magam, és ha már itt vagyok, akkor pedig csobbanjak is, menjek vízbe. Balatonfüreden több mint 3000-en választották az úszást, az ország különböző pontjain tartott úszófesztiválokon pedig több 10000-en csobbantak vízbe.